Az új önkormányzati épülettel a polgármester szerint megvalósult a klasszikus önkormányzati negyed, hiszen mostantól minden helyi közigazgatási szerv egy helyen található. Így a régi Bocskai úti épületet a jegyző és hivatala foglalta el, itt folyik a lakossági ügyintézés. Az ugyancsak nemrég épült Zsombolyai utcai épületben a polgármester hivatala kapott helyet. A most átadott legfiatalabb tömb, amely egy régi rendőrségi épületből lett átalakítva, a humán területet képviseli, így a szociális ügy, egészségügy, oktatás és gyámügy központja lett. Pontosan tudtuk azt régebben, hogy ez a széttagolt önkormányzati struktúra ez nem igazán kedvez az ügyfeleknek, és különösen nehéz volt az, hogy a szociális segélyekkel kapcsolatos dolgok távol voltak az önkormányzattól, rossz közlekedési helyen voltak, ezért régi vágyunk, szándékunk volt az, hogy a környéken ezt oldjuk meg. Hála a rendőrségnek, rendőrkapitányságnak, akik egy jó konstrukcióba lehetővé tették, hogy ezt a házat megkapjuk, átvegyük, és gyakorlatilag rekordsebességgel egy év alatt sikerült felújítani, és ma azt kell, hogy mondjam, hogy talán a város egyik legkulturáltabb, legszebb olyan szociális ügyfélszolgálati részlege, amelyik hát reményeim szerint jó döntéseket fog hozni. Ezáltal elértük azt, hogy létrehoztuk a mi önkormányzati negyedünket. Ma ebben a tömbben, tehát a Bocskai Zsombolya tömbjében minden önkormányzattal kapcsolatos döntést meg lehet hozni, és minden ügyintézési formát meg lehet találni, úgyhogy nem kell tovább sehova máshova utazni az embereknek.